Teljesen zöldbe borult a tiszaparti erdő a martonosi töltés mentén. A növényzet a kitaposott ösvények nagy részét benőtte, autóval csak egyetlen járható erdei út vezet a halászokig. A migránsok most jól el tudnak rejtőzni, sátraikat, táborhelyeiket nehéz felkutatni. Martonoson mélyen az erdőben, a tiszaparti erdősávban, a mögöttem látható ösvényen haladnak a migránsok, és itt nagyjából 100 méterre a halászoktól, mögöttem még egy 50 méterre az erdő sűrűjében találtunk egy körülbelül 100 fős illegális migránstábort. Vannak ott köztük gyerekek is, családok is, de legtöbb az egyedülálló fiatal férfi. Ők onnan járnak be bevásárolni, illetve a halászok elmondása szerint a halászok irányába csónakokat lopnak, illetve eltulajdonítják az evezőket, sőt az üzemanyagot, valamint a csónakmotorokat is el szokták lopni, és azzal próbálkoznak a Tiszán, akár az árral szemben felmenni Szeged irányába, amikor a magyar őrnasszádok elmennek váltásra, vagy pedig a Tisza-bánáti oldalára, a Szerbkeresztúr irányába, ahol szintén van egy nagy illegális migránstábor. Stábunk bejárta a szóban forgó ösvényt, több helyen láttunk sátrakat az erdő mélyében és arra tartó migránsokat. Guti Gábor, martonosi halász arra panaszkodik, hogy a migránsok nagy károkat okoznak, a csónakokat megrongálják, és mindent elvisznek, amikor a halászháznál senki sincs. A ladikokat ezek minden másnap, vagy minden nap. Áthajtsák bánátra, szétverik, össze-vissza a benzineket ellopják, meg amit ott érnek. A lakatot már nem ismerünk védni, mert már tízet övertek egymás után. Hol vannak a migránsok itt a Azok itt vannak, mi tudunk egy 100-150 méterre. Azok. És mennyien vannak? Itt most sokan. Itt biztos vannak egy 100-an, ha nem többen. A migránsok oda-vissza ingáznak a Tiszán, Martonos és Szerbkeresztúr között, mondta stábunknak Horváth Gergely, Martonos helyi közösség tanácselnöke. Martonosra taxikkal érkeznek Szabadka felé, de sokszor látunk kikindai meg zombori taxikat is, amik jönnek ide. És utána van nekik emberük, aki még a szerb nyelvet is tudja, és biciklivel jön le a faluba, ő neki telefonálnak, és az irányítja fel őket ide. Mert mivel megtanálták a rövidebbi utat, köröztő, amit mi úgy hívunk, hogy köröztúri járás, ottan ilyen szántóföldek között van egy út, azon jönnek főfelé, mert ugye eső alkalmával még nagyon rossz az út, tehát ilyen nyári földes út, és a rendőrség vagy a csendőrség oda nem megy utánuk. Tehát még állandóan vagy az erdő szegélyét követve ott ugye, és akkor takarásban vannak. Ott jártunkkor is megjelentek a halászház közelében a migránsok, de stábunkat és kameránkat látva visszafordultak.